A bukovinai székelységnek ez a környék az új otthona. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár Bonyhád Székely emlékparkjában tartott megemlékezésen hozzátette, a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy aki meg akarja tartani magyar identitását, az megtehesse. A Madéfalvi veszedelem évfordulója alkalmából azokra az elüldözött székelyekre emlékeztek, akiknek egy része Bukovinában 5 települést hozott létre, és akiknek leszármazottait 1941-ben az Alduna mellé, majd 1945-ben Tolnába, Baranyába és Bács-Kiskun megye 3 községébe telepítették. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége szervezésében a helyi és környékbeli, valamint a vajdasági és erdélyi székelyek képviselői tették tiszteletüket. A megemlékezésen Csibi József Madéfalva polgármestere mondott beszédet. Ma tudjuk, hogy településeinken milyen fejlesztésekre van szükség. Tudatában vagyunk annak, hogy ma nem a határvédelem a mi általános feladatunk, de azzal, hogy igyekszünk egy jól működő helyi gazdaságot felépíteni, megőrizzük településünket és térségünket az elnéptelenedéstől, mert felelősséget vállalunk azért a földért, ahol megszülettünk, melynek nyelvét megtanultuk és felfedeztük, hogy őseink miként boldogultak itt. A bonyhádi emlékezők az emlékparkban 2015-ben a bukovinai székelyek letelepedésének 70. évfordulóján állított kopjafánál helyezték el koszorúikat a hősök és áldozatok tiszteletére.